Üdvözlöm kedves nézőinket! A Zoo Plus Állatbarát magazin 6. évadának októberi adását látják. Elsőként nagy bejelentést teszek. A Jedi lovagok igenis léteznek. Személyesen találkoztam Jodával, legalábbis jelenkori reinkarnációjával, egy tündéri cukormókussal. Megdöbbentő a hasonlóság. Azok a fülek. Állatorvos rovatunkban választ kaphatunk számos, az ivartalanítással kapcsolatos eddig meg nem értett kérdésünkre. Kutya egy világblokkunk vendége, egy Boston Terrier lesz, végül pedig egy Falabella törpeló, csalafinta ugrabugrálása örvendeztet meg minket. Kérem, tartsanak velünk! Különleges vendég bemutatásával kezdjük adásunkat. Cukormókus anyuka, apuka és két tündéri bébi. Íme a kis Yoda a Jedi lovag gyermekkorában. Más néven a törpe erszényes mókus. Kis sikló erszényes vagy cukormókus, angolul sugar glider. A törpe erszényes mókus Tasmániától és a szomszédos szigetektől kezdve Észak- és Kelet-Ausztrália erdein keresztül északon Pápua Új-Guineáig található meg. A törpe erszényes mókus Ausztrália egyik leggyakoribb emlős állata. Az állat fejtörzs hossza 15 cm, farok hossza 15 cm. A hím testtömege 90 g, a nőstényé 60 g. Háta szürkés, orrától a hátsó lábig sötét csík húzódik. Hasa világos barna vagy világos szürke. A hosszú farokkal fogni igazán nem tud, de siklás közben evezőként használja irányváltoztatáshoz. A repülőhártya vékony, szőrrel borított bőrréteg, amely a csuklótól a hátsó lábi új ízületéig húzódik, és lehetővé teszi a siklást. A repülőhártya helyzete az áramlási viszonyokhoz való alkalmazkodáskor és kormányzáskor változtatható. A nagy, kidülledő szemeivel éjszaka is jól lát. A hímek többnyire szagmirigye van, egy-egy a homlokán, a mellkasán és a végbén nyílásánál. A törpe elszínes mókus éjszaka aktív és társas. Legfeljebb 12 állatból álló csoportokban él, tápláléka a fák nedve, nektár, virágpor, rovarok és lárvák. Az állat legfeljebb 14 évig él. Ivarérettséget 8-15 hónapos korban éri el. A párzási időszak általában augusztusban van. A vemhesség 16 napig tart, ennek végén 1-3, többnyire két utód jön a világra. Születésükkor 190 mg-ot nyomnak, körülbelül 70 napot töltenek az erszényben, ezután még 30 napot a családi fészekben. 15 hetes korukban kísérik el először anyjukat táplálékszerző útján. Az állatka viszonylag nagy, például madaraknak szánt ketrecet igényel, mert óriási a mozgás igénye. Mivel a cukormókust nem lehet szobatisztaságra nevelni, ezért fontos, hogy a ketresznek kiúszható legyen az alja, ide akár sima macskaalmot is tehetünk. Mindenképpen legyen a ketrecben néhány különböző méretű ülőrúd és vagy faág, ami lehetőséget ad a rendszeres testmozgásra. Az állatka otthonosabban érzi magát, ha biztosítunk neki megfelelő hálóhelyet is, ahová elbújhat, ha szükséget érzi. Igen sokféle és változatos hangot képes kiadni. Természetes körülmények között a cukormókus a gyümölcsöktől a rovarokig mindent teszik. Otthoni körülmények között száraz macskaeledet vegyíthetünk számára joghurttal, és naponta gyümölcsökkel kedveskedhetünk neki, valamint rovarokkal. Különösebb vitaminpótlásra nincs szüksége, de a kisállatboltokban kapható kalcium kiegészítő jó szolgálatot tehet, főleg a nőstények számára. A cukormókus nagyon tiszta kis állat, mindössze minimális körönvágásra van szüksége. Ha hímet tartunk, akkor ajánlott az állat ivartalanítása is, mivel a fejükön és a mellkasukon találhatunk néhány bűzmirigyet, amit egyébként előszeretettel használnak is. Gazdájához nagyon ragaszkodik, a szoktatásnál megfelelően béleljük ki ingzsebünket egy darab szövettel, vagy egy előre elkészített szöveterszénnyel, és próbáljuk meg rávenni az állatkát, hogy minél több időt töltsön el ott. Miután elfoglalta a gazdit, az erszényben magától is belemegy. Az ivartalanítás a témája állatorvos rovatunknak. Azért is aktuális ez a téma, mert a menhelyek dugig vannak a szerencsétlen, kidobott állatokkal.
Nézzük végig a képeket róluk, és gondolkodjunk el azon, hogy mennyire fontos feladat házi kedvencünk ivartalanítása. Az állatorvosi praxisban mindig fontos a megelőzés. Erre mindig nagyon lényeges hangsúlyt kell helyezni, mert általában a gyógykezelés és a problémák utólagos megoldása az mindig sokkal több problémával, gonddal jár. Különösen fontos ez az ivartalanítás esetében, hiszen a nem kívánt szaporulatnak a megjelenése általában mindig komoly gondot okoz a gazdik számára. A keverék kiskutyákat, a kis cicákat egyre nehezebben tudják elszerezni, akár elajándékozni, akár értékesíteni. Ezért fontos az időben elvégzett ivartalanítás. Ma már a kutyáknál, macskáknál a fiatalkori ivartalanítást előtetjük, tehát nem várjuk meg az első ivarzást sem, ami azt jelenti, hogy a nőivarű kutyánál, macskánál 3 és 6 hónapos kor között a legideálisabb kiivartalanítani az állatot. A hímivarú állatok esetében is lényeges az ivartalanítás, hiszen sok esetben leginkább a megelőzésekkel itt is a hangsúlyt fektetni. Az állat nem koldorog el, nem kóborol el, különösen ez macskákra vonatkozik. A másik, nagyon sok egészségügyi probléma származik néha a hím állat ivartalanításának a hiányából, ilyen például a heredavanat vagy a végbél környéki davanatok, de kötelező ivartalanítani azokat a hím állatokat is, akik epilepsziás megbetegedésben szenvednek, vagy a végbél tájékán davanatok jelennek meg, esetleg gátsérvel küzdenek. Ezek azok az esetek, amikor mindenképpen ki kell ivartalanítani a hímivarú állatokat is. A nőivarú állatoknál a tulajdonosok mindig félnek a műtéttől, félnek az altatás kockázatától. Ma már az állatorvosi praxisokban egyre inkább, egyre korszerűbb altatási módszerek jelennek meg. Ennek következtében ezeknek a kockázata már minimális. A technika ott tart, hogy egyre kisebb lukakon távolítjuk el, réseken, nyílásokon, műtéti sebeken az ivarszerveket, a petefészket. Ennek következtében egyre kisebb varratok vannak, kisebb hasfali seb van, a műtét gyorsabb, a vérzés kisebb, a gyógyulás is gyorsabb. A fiatalkorú állatoknál pedig már gallért is csak preventív jelleggel adunk a gazdinak, de igazából az állatok nem piszkálják a sebüket, nagyon gyorsan meggyógyulnak, csak biztonság esetére a tulajdonosok hazaviszik ezeket a védőgallérokat, de már nem igazán használják őket. Sokszor kérdezik a gazdik, hogy milyen maga a műtét menete, hogyan készül el maga a műtét, illetve mennyi időt vesz ez igazából igénybe. Az előkészületek szempontjából a legfontosabb a gazdi részére hárul. Megfelelő módon kell az állat a műtét előtt folyamatosan ihat, a műtét utolsó pillanatáig is, tehát szomjaztatni az állatokat nem kell. Ételt azonban a beavatkozás előtt már 6-8 órával nem célszerű adni, mert ez az altatás során az állat kihányhatja. Ha valaki így felkészül a műtétre, általában az állatorvosi rendelőkben a gazdik előzetes időpont egyeztetéssel érkeznek a műtétre, tehát nem betoppannak, hanem pontosan időpontra jönnek. Ezt követően egy rövid állatorvosi vizsgálat következik, aminek során megmérjük a hőmérsékletét, szemrevételezik az állatot, hogyha a gazdi nem tudja, hogy esetlegesen befedezhet-e a kutya, beugrott valami, vagy akkor ultrahangos vizsgálatot végzünk tekintettel arra, hogy tudni akarjuk azt, hogy az állat vermese vagy nem, hiszen ez a műtétnek a kivennetelét jelentős mértékben befolyásolja, illetve hogyha az állat esetleg idősebb vagy valami panasz van, akkor lehet előzetes vérvizsgálatot, ultrahangvizsgálatot is végezni a lehetséges kockázatok korrekt felmérése érdekében, illetve a szövődmények elkerülése érdekében. Ezt követően jön az altatás. Az altatás követően a felületnek a fertőtlenítését elvégezzük, majd ezt követően történik ugye a hasüreg megnyitása nőivarú állatok esetében, és a petefészkek eltávolítása. Gyakran vetődik fel a tulajdonosok részéről egy olyan kérdés, hogy az állatnak a méhét és petefészkét együttesen kerül eltávolításra, vagy csak a petefészkek kerülnek eltávolításra. Sokan úgy gondolják, hogy ez a műtét, ez csak egy lekötés, de valójában lekötni helytelen, tehát a petefészkeket mindenképpen el kell távolítani. A méhét abban az esetben, ha valami rendellenséget látunk, mindenképpen eltávolítjuk. Egyébként nem szükséges, tekintettel arra, hogy magát a beavatkozást minél kisebb sebben próbáljuk elvégezni, ezért általában a petefészkek eltávolítása elegendő. A műtét befejeztével az állatok általában az állatorvosi rendelőben ébrednek föl. Nagyon ritka olyan, hogy az tulajdonos altatott állatot viszel a rendelőből. Általában az esetek közel 70-80%-ában a beteg saját lábán adja el a rendelőt, legyen ez akár kankutya, akár szuka, akár macska.
Az utókezelés viszont a gazdi részéről ugyanolyan fontos, mint maga a műtét. Tekintettel arra, hogy a sebet folyamatosan érdemes ápolni, tisztítani, fertőtleníteni, valamint ha szükséges, akkor antibiotikumot kell adni, és bármilyen rendellenességet tapasztalnak otthon az utógondozás során, azt időben, abban minél hamarabb kell jelezni az állatorvosnak. Bár a utóbbi időszakban már szövődmények nem nagyon szoktak előfordulni ezen beavatkozások során, tekintettel arra, hogy ezek az egynapos sebészeti úgymond ambuláns beavatkozások már a varróanyagok korszerűségéből, az altatószerek korszerű jellegéből adódóan nem szoktak gondot okozni. Sokszor kérdezik a gazdik, hogy mi van abban az esetben, ha már vemhes az állat, és nagyon gyakran fordul elő sajnos az is, hogy már így érkezik az állat. Nem tudták, nem látták, bekövetkezett, elkezd nőni a hasa, mit évők legyenek. Az állatorvosok és az állatorvos tudomány, de az etikai szempontból is az állat ivartalanítása ilyenkor is javasolt. Érdemesebb inkább a petefészkét és a méhét a kiskutyákkal kivenni, mint hogy olyan egyedek szülessenek meg, akikkel utána nem tudunk mit kezdeni, illetve ezen a világon valami olyan helyre kerülnek, amik nem megfelelő tartástechnológiával, akár menhelyre, gyepmesteri telepen végzik. Ezért inkább etikusabb ezeknek az állatoknak a méhen együtt történő eltávolítása, mint a megszületés után való elaltatása, amikor már az anyakutya is látja a saját kicsinyeit. Ezért, ha ilyen van, akkor minden esetben kiivartalanítjuk. Egy, ami fontos, hogy egy ivarzó állatot, különösen kutya esetében soha nem szabad ivartalanítani, meg kell várni, amíg a tüzelés befejeződik, utána vérravadási paraméterek visszatérnek, és utána nyugodt lélekkel ki lehet ivartalanítani, még abban az esetben is, hogyha a tüzelés ideje alatt véletlenül az állatot befedezték. A gazdik általában az ivartalanítás kapcsán két szövődménytől félnek. A női varjú kutyáknál az ivartalanítás néha vizeletcsepedést idéz elő az ivartalanítás követő néhány év múlva. Ezt azonban tablettával nagyon könnyen orvosolni lehet, és csak 1-2%-ban fordul elő az ivartalanított kutyáknál. A másik az elhízás. Ez már egy sokkal komolyabb probléma, de hogyha fiatalkorban ivartalanítjuk az állatot, akkor ezt általában el tudjuk kerülni. Ha idősebb korban történik ez, akkor pedig a megfelelő diétás táplálásra és a folyamatos súlykontrollal ezt meg lehet előzni. Boston Terrier, vagy egy amerikai gentleman a mai kutyasztárunk. Kutyafajtákat bemutató sorozatunk mai vendégére sokat kellett várnunk, ugyanis ez a miniatűr amerikai gentleman meglehetősen ritka jószág. Boston Terriert a feltételezések szerint a Bull Terrier és az angol bulldog keresztezésével tenyésztették ki Amerikában, Boston város környékén. Ősei tehát harci kutyák voltak, sőt kezdetben őt magát is használták viadalokra. Ez a kutyafajta azonban túlságosan kedves és barátságos lett ahhoz, hogy harci kutyaként megállja a helyét. Kialakulásáról bizonyosan csupán csak annyit tudunk, hogy 1870-ben kezdődött a kitenyésztése egy valószínűleg Angliából származó bulldoggal. Később kapta a Boston Terrier nevet az 1930-as évek végén, amikor elismerték önálló fajtaként. A Boston Terrier hasonlít a francia bulldogra, gyakran össze is tévesztik vele. Kistermetű, zömök, négyzetes, terrieres lábú, arányos felépítésű és izmos kutya. Felismerhetők rajta mind a bulldog, mind a terrier jegyek, azonban lábai hosszúkások. Koponyája lapos, arcori része rövid, szögletes, széles és mély. Orrtükre fekete és széles, orrnyilása tág. Rövid orra miatt horkolhat. Fogai csukott szájában nem látszanak. Szeme kerek, sötét, vidám, intelligens kifejezésű. Füle kicsi, felálló. Nyaka közepesen hosszú, háta egyenes, erős, árnyéka rövid és izmos. Fara kissé lejtős. Farka rövid, mert kunkorítják. Belső lábai egyenesek, jó csontozatúak, a hátsók is. Mancsa kicsi, kerek, tömör, szőre sima, rövid és fényes. Színe, csíkos fehér jelekkel, illetve fekete, tarka. Boston Terrier játékos és eleven, de nem zajos kutya. Vidám természetű, magabiztos és nehéz kihozni a sodrából. Kimagaslóan magas fokú intelligenciája van, nagyon jó az alkalmazkodó képessége,
A gazdájával szemben kedves, de nem válik túlzottan függővé tőle. Figyelmes és éber, de csak akkor ugat, ha valóban szükséges. A Boston Terrier könnyen és szívesen barátkozik emberekkel, kutyákkal és más állatokkal is. Erősen ragaszkodik a családhoz és a helyéhez. Kiegyensúlyozott, békés és vidám természetének köszönhetően a gyermekeknek nagyszerű társa és kisgyermekes családoknak is bátran ajánlható. Többnyire az idegenekkel is barátságosan viselkedik. A Boston Terrier mozgásigénye alacsony, általában nem igazán vágyik hosszabb kiruccanásokra. Általában elég számára a napi rövid séta is, ha emellett van lehetőség egy kis játékra, hancúrozásra a kertben vagy a lakásban. A fajta egyébként is igen alkalmas a lakásban való tartásra, hiszen rendszerint nyugodtan viselkedik. A meleg nyári napokon szeret az árnyékban hűsölni, ilyenkor ne erőltessük az ugrándozós játékokat és a hosszabb sétákat. A nyári melegben egyébként is ellenjavalt bármely mozgatásuk. Tartása igazán könnyű, tenyésztése azonban nehéz, mert sok esetben szinte minden kiskutyát császármetszéssel kell a világra segíteni, ugyanis nagy fejjel születnek. A kölykök nagyon mókás kis teremtmények. Sok kutya kedvelő szívét megdobogtatják ezek a mókás kis állatok. Nagy gengszter a következő szereplőnk. Csibészség az emblémája. Falabella törpeló és felvezetője mutatkoznak be. Főszerkesztő mondja, elég az unalmas nyílméregbékákból, kaméleonokból, gyilkos pirályákból és mélytengeri fenevadakból. Valami érdekes ló kellene az e-havi adásban. Parancs kiadva, én meg kétségbe esetten telefonálgatok, kinek van ilyen, mert a ló az ló, legeli a füvet, azt annyi. Józsi barátom mondja, neki van ilyen. Olyan, ami túltesz a mélytengeri fenevadakon? Olyan mondja. No már akkor ezt megvizsgálom közelebbről, és elindultam kamerámmal a kezemben. Láttam már lovat eleget, gondoltam nekem már nem lehet újat mutatni. Hát lehetett. Én még ilyen elvetemült csibésszel nem találkoztam. Mindig tudtam, hogy a pónifélék nagy zsiványok, de ez a kis csődör túltett mindannyiukon. A Falabella egyébként nem klasszikus póni, hanem igazából egy miniatűr lóféle. Marmagassága nem haladja meg a 80 centit. A klasszikus pónik általában tömzsi, kisméretű pacik, amelyeknek sok tájfaja ismeretes. Többnyire zordvidékek lakói. A Falabella egy dél-amerikai eredetű törpeló, amelyet valójában nem lehet fajtába sorolni. Eredete a spanyol hódításokig vezethető vissza. A Falabella olyan, mint egy melegvérű ló kicsinyített mása, vagyis nem póni, hanem törpeló, amelynek pontos eredetét homály fedi. Argentínából származik, ahol a Falabella család vette kezébe a tenyésztésüket, de a fajta kialakításának titkára sosem derült fény. Feltételezések szerint a kiinduló állományt a helyi kriolló fajta adta, és a törpe változat egy kisebb ménesből alakult ki, és a szoros beltenyésztés eredményeként vált egészen kicsivé. Falabella a legdrágább lovak közé tartozik a világon. Minél kisebb, annál drágább. Lovaglásra nem igen használhatók, legfeljebb minikocsi elé szokták őket befogni, mert törékeny termetük ellenére 30 kg-ot is képesek elhúzni. A legkisebb ló, Little Pumpkin, mindössze 9 kg volt. Elragadó hobbi állat, roppant értelmes és barátságos jószág. Végtagjai finomak és kifogástalan vonalúak. Két csigolyával és két bordával kevesebb van csontvázukban, mint a normál lovakéban és pónikéban. Kis, fej, széles meredek, homlok jellemző rájuk. A fülek kicsit hosszabbak, mint a Shetland póni. A lapocka meredek, a hát és a hátulsó láb jól formált. A puha végtagokon kevés a csontozat, és az előső lábak kissé x-állásúak, a hátulsók gyakran gacsosak, a paták meredekek. A sörény és a farok nagyon telt. Minden szín megtalálható, a foltosak és az appalúza is.
A csikok nagyon kicsik, a felnőtt magasságot 2 éves korra érik el. A falabella törékeny termete miatt főként hobbi állatként és remek társként terjedt el. Egyes egyedek akár szobatisztaságra is megtaníthatók, így remek bentlakásos társ lehet. Gyakran hosszú életű, jó tartás mellett akár 40-45 évig is elérhet. Visszatérve a mi kis barátunkra, a filmezés alatt végig bohóckodott és engedetlenkedett. Nagyon mókás volt ő kelme, kislány partnerének sok bosszúságot okozva rakoncátlanságával. Kérem, ne feledjék, Zooplusz a mi műsorunk. Ha ön az állatvilág, a növények vagy a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal itt, és a Győr Plusz újságban is. Kövessen minket a YouTube-on, illetve a Győr Plusz televízió honlapján. Viszontlátásra!